Tehát október 23-án a Műegyetem rakparton gyűlnek össze mindazok az ellenzéki, demokratikus ellenzéki pártok, és hát nyilván hívnak mindenkit, mert hogy, tehát hogy nem csak a pártokat és a pártok képviselőit, hanem mindazokat, akik kormányváltást akarnak. Ott lesz a MOMA is, melynek elnöke Bokros Lajos a vendégem. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást. Én már azt kérdeztem itt más szereplőtől is, október 23-án szintén a színpadon szereplőtől, hogy és mi lesz október 24-én? Mert hogy ma már mondjuk felvetette ezt a, tehát nem is az én ötletem, igen, ez a kérdés, Smukkandor is, hogy az egy dolog, hogy 23-án mindenki úgy tesz a színpadon, mint a nagy ellenzéki együttműködés lenne, de közben meg nincs. Hát hogyan tovább? Mi folyamatosan hangoztatjuk azt az álláspontunkat, amit meghirdettünk a szeptember 20-i programadó nagygyűlésünkön. Az a legfontosabb, hogy minden demokratikus ellenzéki párt azonnal és feltétel nélkül fogjon össze, mert a 2014-es választásnak az lesz a tétje, szinte népszavazás formájában, hogy Orbán Viktor rendszere marad-e, vagy megbukik. Ahhoz, hogy ebben a eltorzított egyfordulós választási rendszerben képes legyen a demokratikus ellenzék győzni, ahhoz az szükséges, hogy korlátlan legyen ez a demokratikus ellenzéki összefogás. Mozgósítani kell minden józan hazafit, akinek nem tetszik Magyarország lecsúszása, leszakadása, és ennek érdekében fogunk dolgozni 23-án és 24-én, és onnantól kezdve folyamatosan. Na jó, de hát most nem akarom az előzmények minden részletét feleleveníteni, hiszen biztos vagyok benne, hogy a nézők emlékeznek rá. De pillanatnyilag ott tartunk, hogy nincs közös lista, nincs közös miniszterelnök jelölt. Több párt bejelentette, hogy önállóan indulnak a választásokon, holott tudjuk, hogy pont a választási törvény matematikája miatt háromtól fölfele már abszolút egymás erejét oltják ki az, igen, egymással szemben induló jelöltek, tehát hogy még nem beszélhetünk nagy ellenzéki összefogásról a jelen helyzetben, a jelen tudásunk alapján. Önnek teljesen igaza van, sajnos még nem beszélhetünk teljes összefogásról, de mi éppen azért próbálunk ennek az együttműködésnek, ha úgy tetszik, kovásza lenni, mert hangsúlyozzuk, hogy Magyarország érdeke az jóval fontosabb, mint az egyes pártok rövid lejáratú érdeke. Ez azt jelenti, hogy a győzelem érdekében félre kell tenni minden különbséget, és hogyha nem lehet ezt az összefogást megvalósítani, akkor óriási történelmi felelősséget vesz magára az a párt, amelyik ezt megakadályozza, hiszen akkor az Orbán rendszernek a túlélését fogja biztosítani. Tehát már most ki kell mondani nagyon egyértelműen, hogy az együttműködés az politikai kényszer, és egyúttal lelkiismereti kötelesség. És ezt elmondta például Bajnai Gordonnak és Mesterházi Attilának is személyesen? Ezt Bajnai Gordonnak már elmondtam személyesen, Mesterházi Attilával még nem találkoztam, de őnek is el fogom mondani, és mindenkinek minden nap nyilvánosságban és zárt ajtók mögött is ugyanezt az üzenetet mondjuk el. Hogyha ez négy szem közti beszélgetés volt, akkor nem kérhetem arra, hogy mondja el, hogy mit válaszolt Bajnai Gordon. Egyetértett vele. De hát rajta is múlt, hogy nem lett mégis összefogás. Én azt gondolom, hogy ez egy mozgó célpont, még fornak a szenvedélyek. Sajnos Magyarországon ül egy olyan átok, és ez az ellenzék működését is meghatározza, hogy három embernek négyféle véleménye van, és adott esetben ötféleképpen gyűlöli egymást. Mi ebből nagyon szeretnénk kimaradni és fölülemelkedni ezen, és azt mondjuk, hogy a modern Magyarország mozgalom az semmiképpen sem fogja ezt az ellenzéki összefogást megakadályozni. Tehát mi adott esetben nem indulunk a országgyűlési választáson, hogyha ez lesz a végső megoldás. Hogy... Várj, mi az, hogy adott esetben? Én úgy tudtam, hogy semmiképpen nem indulnak még 2014-ben. Igen, hát pontosan ezt akarom mondani, hogy olyan körülmények között, amikor a pártuk egy része úgy gondolja, hogy ő csak egyfajta szűk ellenzéki együttműködésben gondolkodik. Ekkor is az a fontos, hogy kijelentsük, hogy Magyarország érdeke az összefogás, és az, hogy egyetlen darab ellenzéki jelölt legyen mind a 106 választókörzetben. És azt üzenjük a jobboldali konzervatív szavazóknak, akik a mi táborunkat alkotják, hogy akkor tudnak ők majd valaha a mi programunkra szavazni egy igazságos és szabad választáson, hogyha most,
ha úgy tetszik, befogott orral is, de a baloldal jelöltjére szavaznak, mert máskülönben ez a rendszer soha többé nem fogja lehetővé tenni a szabad választásokat. Ez a lényeg, ezt kell megérteni hideg fejjel és forró szívvel. És ön is befogja az orrát, amikor mondjuk október 23-án felmegy majd a színpadra, adott esetben baloldali pártpolitikusok mellé? Nem, én nem élem át érzelmileg a jelenlegi politikai helyzetet, hanem abból az érdekből indulok ki, ami a nemzet érdeke, Magyarország érdeke. Én nem szeretek és nem gyűlölök senkit, én nem ebben a erőtérben elemzem a politikát, hanem úgy gondolom, hogy meg kell találni minden körülmények között azt a közös nevezőt, ami az ellenzéket elviszi oda, hogy olyan jelöltjei legyenek minden választókerületben, ahova tudnak mindazok szavazni, akik valamikor majd az alkotmányos jogállam helyreállítása után tényleg egy szabad és igazságos választást szeretnének. És ön szerint egyébként van még esély, egy mozgó célpontot említett, de van még esély arra, hogy mindaz a konfliktus, amit a tárgyalások során felvetődött, azt most félretegyék, azt mondják, ez a konfliktus nem konfliktus, mert a cél, amiért nekünk össze kell fogni, és mégiscsak egy miniszterelnök jelölt, és mégiscsak egy lista, na az fontosabb annál, hogy most akkor mindenki matekoljon, hogy az ő szavazóbázisa, az vajon mit szólna a Bajnaihoz, az ő szavazóbázis mit szólna a Mesterházihoz, mit szólna egy kiábrán volt jobboldali szavazó a nem tudom kicsodához, mondjuk a Gyurcsányhoz. Igen. Tehát, hogy ezt a matekolást ezt abba fogják, mert egyébként ennek a matekolásnak tehát politikailag van értelme, de hogy ezt így abba fogják hagyni, és azt mondják, hogy akkor kész. Én bízom abba, hogy a józan ész győzedelmeskedni fog, hiszen a modern Magyarország mozgalomnak az az álláspontja, hogy a magyar nemzet érdeke, és ha úgy tetszik, az európai integráció érdeke, az jóval fontosabb, mint ezek a rövid lejáratú pártérdekek, amiben beletartozik az is, hogy most hány képviselőm lesz a 2014-ben alakuló új magyarországi országgyűlésben. Ha egy képviselőm se lesz nekem, mint saját pártom képviselője, akkor is támogatni kell az ellenzéki összefogást, mert még egyszer mondom, a fő feladat az, hogy az Orbán rendszert leváltsuk, a romokat eltakarítsuk, helyreállítsuk az alkotmányos jogállamot, és Magyarországnak egyáltalán legyen történelmi esélye, hogy elinduljon a leszakadás helyett a fölemelkedés útján. De az előbb hozzátettem azt is, hogy azért ennek a politikai matekolásnak van értelme, tehát nem arról van szó, hogy ez valami pártelnökök fejében született, elvadult gondolat, aminek semmiféle valóság alapja nincs, de van valóság alapja. És akkor mit csinálják azokkal a tényekkel, hogy Gyurcsány Ferenc személye, ha megosztó, akkor ő elvihet szavazókat. Ha Bajnai Gordon személye nem elég baloldali, akkor az is elvihet szavazókat. Ha Mesterházi Attila nem elég liberális, egy nem tudom, Bajnaihoz húzó, akkor az is elvihet szavazókat. Tehát ez is veszélyes. Ön tökéletesen leírta azt, hogy miért kell mégiscsak megállapodni egyetlen közös jelöltben a demokratikus ellenzék oldaláról. Tehát ne azt mérlegeljük adott esetben, hogy a szóban forgó jelölt az most mennyire szocialista, mennyire liberális, vagy éppen mennyire konzervatív, hanem hogyha demokrata, és hisz abban, hogy ez a fajta féldiktatórikus rendszer, ami Magyarországon putyini kultúra alapjain végre kivirágzott, és a válságnak egy nagyon-nagyon csúnya virága, ha ezt meg akarjuk szüntetni, akkor nincs más megoldás, mint az ellenzék teljes, demokratikus, egységes összefogása és fellépése. Ezen a hatalmas nagy feladaton, ha túl leszünk, akkor utána lehet gondolkodni azon, hogy milyen alkotmányos berendezkedése legyen Magyarországon, de hogyha 2014-es választást ismét megnyeri a Fidesz, akkor nem biztos, hogy a közeljövőben lesz egyáltalán szabad és igazságos választás Magyarországon, tehát többet nem is fog fölmerülni az a kérdés, hogy mennyire szeretjük a liberálisokat és a konzervatívokat, vagy éppen a szocialistákat. Hogy a szavazók mennyire szeretik őket. Én ritkán szoktam önnel beszélgetni pártpolitikáról és választási együttműködésekről, sokkal többször gazdasági kérdésekről. Most a kettő olyan szempontból össze is kapcsolódik, miközben a jövőt ecsetelte, hogyha 2014-ig nem, akkor mi lehet alkotmányos berendezkedés, választása és így tovább. Tehát a gazdasági szempontból sem mindegy, hogy ki hogyan képzeli el ennek az országnak a jelenét és jövőjét. Különösen egy olyan helyzetben, amikor is a magyar gazdaságról, ha
semmi más nem tudunk, de azt már megjegyezhettük, hogy ez egy sérülékeny a gazdaság. Igen. Jelen helyzetben mindig is, de jelen helyzetben meg még inkább ki vagyunk téve annak, hogy mi történik a világ gazdaságában. Igen. Hát Amerikából egyáltalán nem megnyugtató hírek érkeznek, mintha a politikai és a gazdasági racionalitás ott aztán teljesen szét irányba húzott volna. Igen, a modern tömegdemokráciáknak egyfajta új jelensége az, hogy adott esetben a rövid lejáratú pártpolitikai észszerűség az nem csak, hogy elválik a gazdasági racionalitástól, hanem szembe megy vele. Tehát kifejezett ütközés van. Most Amerikában is ezt látjuk, a republikánus párt azért, mert nem szereti azt a törvényt, ami Obama elnök legfontosabb törvénye, nevezetesen a úgynevezett fenntartható és mindenki egészségű számára elérhető egészségbiztosításról szóló új törvényt, ami végre kötelezővé tette az Egyesült Államokban is nem a társadalombiztosítást, hanem a magánbiztosítást az egészségügyben. Na, hogyha ennek a törvénynek, amit egyébként rendesen megszavazott a képviselőház Amerikában, olyan mértékű az utálata, hogy ezért inkább államcsődöt is megkockáztatják, akkor lehet látni, hogy ez egy nagyon súlyos probléma, és ez az egész világgazdaságra nagyon negatívan hat. Amerikában lehet egy államcsődről beszélni, meg egyáltalán lehetőségéről? Technikai értelemben lehet, hiszen hogyha azt veszük, hogy ha egy állam éppen aznap lejárt állampapírokra nem fizet, akkor az már az. Jogi értelemben is, meg technikai értelemben is államcsődnek lehet tekinteni. Nyilván a világ nem fogja elhinni, hogy az Egyesült Államok kormánya fizetésképtelenné vált, hanem arról van szó, hogy van egy sajnos észszerűtlen jogi korlát. Egyik oldalon komoly hiányokkal küszködik a költségvetés, másik oldalon ugyanaz a képviselőház nem engedi, hogy ezt a úgynevezett deficitet valahogy finanszírozzák, mert az adósságplafon nem emelkedik. Azt gondolom, hogy ennek komoly hatása lehet, negatív hatása lehet a világgazdaságra, de nem annyira azért, mert az Egyesült Államok ténylegesen csődbe megy. Ez a veszély szerintem nem fenyeget, hanem a dollárnak a világ tartalékvaluta szerepét fenyegeti óriási veszély. Most gondoljuk el, Kínának 1,3 trillió, azaz 1300 milliárd dollárnyi amerikai állampapírban felhalmozott devizatartaléka van, hogyha ez leértékelődik, és innen mondjuk a kínai kormány azt gondolja, hogy jó, akkor többet ilyet nem veszünk, hanem átmegyünk Euróba, akkor ez a dollár árfolyamát rendkívüli mértékben össze fogja omlasztani. Meg Kína gazdaságát is egy kicsit talán. Úgy van, tehát a rövid távú hatások azok mindenkire nézve negatívak. Már sokszor elmondtam ebben a műsorban is, elsősorban a magyar gazdasággal kapcsolatban, hogy a gazdaság az nem egy zéró összegű játék, én nyerek, a másik pedig veszít, hanem vannak olyan helyzetek, és ez is egy olyan helyzet, ahol mindenki veszíteni fog. És ezért volna nagyon nagy szüksége arra, hogy az amerikai politikusok fölismerjék a világért érzett halatlan felelősségüket. Hát 6-7 haladékot adtak maguknak. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen.